Két idős hölgy veszi szemügyre a virágokkal gazdagon díszített templom bejáratát, és próbálják feleleveníteni, hogy melyik év volt az, amikor utoljára állagmegóvó munkálatokat végeztek az épületen. A település legősibb építményeként Kálós Emjén múltját, jelenét és jövőjét jelképezi a megszépült görögkatolikus templom, fogalmazott Belica László, a település polgármestere. Felemelő érzés, ez egy polgármester, egy településvezető mindig úgy tekint a település egészére, mint a saját portájára, mint a saját házára, tehát bármi, ami megújul, az mindenképpen nagyon kedves számára. Ez az épület, ami egy szent hely, a görögkatolikus templom, ez a településünk legősibb látható épülete. Ugye maga a templom és árpádkori templomok romjain, illetőleg a szentély az árpádkori, és ilyen szempontból a település múltja, jelene és jövőjét is mutatja. Az, hogy a településen átmenő zarándokok pedig itt állnak meg legutoljára, mielőtt Máriapósra érnek, és méltóképpen tudjuk őket fogadni, illetőleg a településen a görögkatolikus híveknek a miséjét meg tudják itt tartani, ez mindenképpen egy jó és a jövőbe mutató tény. Ugyanazon a helyen ez már a negyedik templom. Az 1319-es évekből is találtak feljegyzéseket róla, majd 1726-ban Kálai Ferenc adta át a romos épületet a közel 70 görögkatolikus családot számláló gyülekezetnek. A jelenlegi templom a felújítás kezdetekor pontosan 125 éves volt. A templom és a mellette elhelyezkedő közösségi ház korszerűsítése és állagmegóvása 4 forrás összevonásával valósult meg. Egy úgynevezett rohus pályázat, egy topos forrás, a Magyar Falu program és az egyházközség biztosította az anyagi forrásokat. Kívülről teljes egészében a tetőszerkezettől, a falaktól mindent sikerült, külső-belső nyílászárókat megújítottuk. Ami nem volt benne a pályázatban, az egyházközség saját erejéből a templom tetején lévő keresztet és gömböt 24 karátos tihar aranyjal aranyoztatta. A toronyórának a helye ki volt alakítva, de nem volt benne toronyóra, azt is elkészítettük. Illetve a barokk templomokra jellemzően úgynevezett szobor vagy ikonfülkék voltak kialakítva, amiben semmi nem volt, és ebbe pedig kárpátaljai festőművészekkel készítettünk két gyönyörű szép Mihály és Gábor főangyalnak az ikonját. A templom belsőben a teljes elektromos hálózat megújult, belső nyílászárók megújultak, új karzatfeljáró lett kialakítva, a mennyezeti szekkók teljes egészében restaurálva lettek. A vármegye műemlékeinek megőrzését fontos feladatának tekinti a vármegyei önkormányzat. A helyi közösségek megerősítésén túl turisztikai fellendülést is várnak a most létrejövő beruházásoktól. Érdekesség, hogy ez a Magyar-Román Európai Uniós Pályázati Program segítségével készült el ez a templom, és még 15 hasonló műemlék jellegű műemléktemplom újult meg a vármegyében. Református, római katolikus, illetve görögkatolikus templomok egyharmad arányban, de ennek a programnak keretében készül el a Nyíregyházi Múzeumban az új épület, amely egy irodalomtörténeti múzeumnak ad majd helyet, de lehetne még sorolni, hogy milyen más jellegű műemléképületek újultak meg, például a Fényes Litkei római katolikus plébánia, amely a vármegye legrégibb plébánia épülete a barokkorban épült. Büszkék vagyunk ezekre a fejlesztésekre, hiszen európai uniós forrásokat is sikerült ebbe bevonni, illetve a megyei önkormányzat is szerepet vállalt ebben a programban, egy úgynevezett flagship eljárásban valósultak meg ezek a felújítások. A megyei önkormányzat a kedvezményezettje a pályázati programnak, de örömmel ruháztunk be egyházi közösségek műemlékeibe is, megújításukba. Ennek van persze egy turisztikai lába is, turisztikai fellendülést is várunk, különösen olyan templomok esetében, amelyek művészettörténeti jelentőséggel is bírnak. A templom felszentelése után szentmisén adtak hálát a korszerűsített görögkatolikus templomért Kálós Emjénben.